láthatjuk a térképen, hogy az ország minden tájára érkeztünk, sőt, külhoni magyarok is vannak az Egyesületünkben. Az összefogás és az együttgondolkodás szellemében alakult Hévízi Vállalkozók Egyesülete 3 éve tevékenykedik Hévízen. Jelenleg több mint 35 taggal működnek azért, hogy minél szélesebb körben megszólítsák programjaikkal a helyi és az ide látogató vendégeket. Az elmúlt évek is azt bizonyítják, hogy összefogással sok mindent meg lehet valósítani. Az egyesület tagjai mostantól egy új irodahelyiséggel is rendelkeznek. Hosszú vágta után, úgymond, mert látta a város, hogy mi azért vágtáztunk, mert rengeteg mindent csináltunk a 3 év alatt, és erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Eljutottunk odáig, hogy lett egy kis irodánk a városban, és ezt köszönjük a Monzinger családnak, hiszen az ő felajánlások révén lett ez a kis helyiség nekünk, és a berendezésében pedig Mátrai Gabriella bútoraival tudtuk berendezni a helyiséget. Én azt hiszem, hogy ez nagyon jó hely lesz arra, hogy itt néha összejöjjünk, egy kicsit dolgozzunk, kicsit jól érezzük magunkat. Így készültek a Hévízi Vállalkozók Egyesületének tagjai az újonnan alakult iroda megnyitó ünnepségére. A feldíszített irodahelyiség és környezete, valamint a készülőfélben lévő bográcsétel is arról árulkodik, hogy nagy az öröm az egyesület életében. A Hello Hévíz név már ismerősen cseng a város lakói körében, hiszen számos programot valósítottak meg az elmúlt években. Most pénteken az egyesület szervezésében a Vidd tovább a fényt elnevezésű rendezvényre várják az érdeklődőket.